Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Bólik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! 5784, Adár 1, hetedik napján vagyunk, mert van Adár 1 és Adár 2, ebben az évben Adár 1-jel kezdjük. Avagy a polgári időszámítás szerint 2024. február 16-a és péntek. Nem jól imádkoztak a héten, a messiás nem jött meg, de nem is telefonált, úgyhogy rajta-rajta próbáljuk ki ezt a hétvégét és a következőt. Mert ha kétszer egymás után zsidók és nem zsidók együtt imádkoznak és betartják a szombatot, talán megjön a messiás. Ha megjönne és nem tudnák róla, akkor értesítsenek engem is. Ma a Júliák és a Lillák ünnepelnek. Messiás helyett a Magyar Nemzeti Bank küldött üzenetet. Az euró középárfolyama 3,8918, míg az amerikai dollár annak ellenére, hogy nem jól van az amerikai elnök, 361,69, és az angol font 455 forint, 6 fillér. A várható időjárás ma 1 és 12 Celsius fok között várható, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, főleg a piciknél és a szépkorúaknál. Öltözzenek rétegesen, hogy legyen mit levenni, most nyissák ki az ablakot, engedjék be a friss levegőt, és mi felejtettem elmondani, vegyék be a tablettáikat és a kiegészítőket, helyezzék magad kényelembe, és hallgassák beszélgetésünket Hollik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatójával, a Magyar Parlament fideszes képviselőjével. Természetesen nem lehet nem beszélni egy ilyen önnel való találkozón. Ön szerint mi várható holnap a miniszterelnök évértékelésén? Hát ahogy az lenni szokott, a miniszterelnök úr ad egy áttekintést, hogy a tavalyi találkozó óta, tavalyi országértékelő óta mi történt, hova jutottunk, hogyan áll a világ, és abban milyen helyet foglal el Magyarország, milyen lehetőségek állnak előttünk, és milyen veszélyek leselkednek ránk. És hát nagy valószínűséggel egy ilyen elemzés után arról is fog beszélni, hogy mi a kiút Magyarország számára, hogyan tudjuk folytatni azt az utat, amelynek a végén egy büszke, erős Magyarország van. Feltételezhető, hogy nem miniszterelnök úr beszélni fog arról a turbulenciális, ami a Sándor palota körül van, köztársasági elnökasszony lemondása körül, illetve az új kinevezése körül. A nemzeti totó beindult, már majdnem minden létező és nem létező mérhető és mérhetetlen pártnak van köztársasági elnök jelöltje. Nem feltételezem, hogy fog válaszolni kérdésem, de azért mégis megkérdezem, talán sikerül valamit kihúzni ebből. Mi a KDNP-nek és a Fidesznek az elképzelése téren? Hát leginkább az, hogy tartjuk magunkat az alkotmányos szabályokhoz, azaz február 26-án kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka. Február 26-án döntenünk kell a Novák Katalin lemondásának elfogadásáról, és utána ugye 30 nap áll rendelkezésre az alaptörvény szerint arra, hogy az új köztársasági elnököt megválasszuk. Mindenkit megnyugtathatok, hogy ezeket az alkotmányos kereteket a Fidesz-KDNP is tiszteletben fogja tartani. Turbulencia ide vagy oda, azt mondom önnek, hogy csók és más semmi, mire gondolok? Van egy sejtésem, hogy a családtámogatásokra gondol. A bankok azt mondják, hogy megdöbbentő módon az emberek sorba állnak. Ebből is látszik, hogy az a újra szabása a családtámogatásoknak, a családtámogatások egy bizonyos részének, alapvetően így itt a csokról van szó, a csok pluszról van szó, az jó volt, ez a családtámogatás célzottabbá vált. Ugye a falusi csok az megmaradt, tehát a falvakban az továbbra is ugyanúgy igénybe lehet venni, de a csok helyébe a csok plusz lépett, amely, még egyszer mondom, egy célzottabb támogatás, de
jó azt hallani, hogy erre valódi igény van, és azok, akiket a kormány ezzel a támogatással meg kíván célozni, azok a családok, akik gyermekvállalás előtt állnak és szeretnének új otthont maguknak, azok számára ez egy valódi segítséget jelent, ezt jelenti. Ez egy fontos visszajelzés a kormánynak, hogy ez tényleg így van, hiszen azok, akik érintettek, és a kedvezményezettjei lehetnek ezek ennek a támogatásnak, azok valóban sorokban látogatják a bankokat, és kérdezgetnek erről a lehetőségről. Tegnap a MIPÁ-ban voltam, a MÁV szimfonikusoknak ünnepelték 100. évfordulóját annak, hogy a magyar királyi államvasutak valamikori férfi kara megalakult, és nagyon érdemes odafigyelni a sztorira, hogy akkor mi történt, és megérkezett egy államtitkár, aki egy elég érdekes beszédet mondott, a közlekedés és építésügyi minisztertől, minisztériumból, és tartott egy beszédet, és amikor ilyen évértékelőhez ért, akkor a tömeg elkezdett tapsolni, fütyülni, tapsolni. Aztán államtitkár úr úgy látszik észrevette magát, hogy nem odaillő szöveget mondott, és utána rátért az együttesre, a MÁV szimfonikusokra és a vendégekre, és utána hatalmas taps és hatalmas siker. De nagyon érdekes volt, és ezt azért mondtam bevezetőül, hogy a szünetben az emberek a Sándor Palota körüli turbulenciáról beszéltek, de nem negatívan, hanem minthogyha a nézők ilyen mindenfélék voltak, tehát nem pont az operaháznak a premier vendégei, vagy nem az Erkel Színház fesztivál darabjaira, de nagyon érdekesek voltak, és úgy tűnt, mintha elkezdte volna őket érdekelni az ország felépítésének, politikai felépítésének a módja, és nem negatívan, hanem megoldást keresve beszélgettek egymás között. Nem győztem kapkodni a fejemet, és figyelni, hogy mint vannak. Lehet, hogy ennek a szerencsétlen dolognak, nagyon szerencsétlen dolognak van valami pozitív hozadéka is? Hát reméljük meg. Én azt gondolom, hogy most a mi politikai közösségünkben nyilván nagyon sokan fájlalják ezt a döntést, hiszen két kiváló politikusról van szó, aki viszont bármennyi... Hozzátenem, hogy két kiváló politikus nőről, mert azért nincsen elég belőlük. Így van. Akik egyébként nagyon sokat tettek. Mindkettőjük háromszoros édesanyja is, ami egy plusz teljesítmény, mert azokat föl is kellett nevelni, és közben érvényesülni. Így van, és azt gondolom, hogy ők nagyon sokat tettek a magyar nemzetért, és egyébként valóban nem csak a saját családjukért, hanem a magyar családokért is. Ugyanakkor egy megengedhetetlen hibát vétettek, és azt gondolom, hogy az ország számára hosszú távon ez megerősítő is lehet, hogy Magyarországon olyan a köztársasági elnök és olyan igazságügyi miniszterünk is volt, aki, hogyha egy ilyen hibát vét, akkor azonnal levonja a konzekvenciát. Tehát egy olyan országban élünk, ahol az ilyen hibáknak van következménye. Amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, addig egyrészt ezeknek a hibáknak a számát próbáljuk minimálisra csökkenteni. Legjobb az lenne, hogyha az ilyen hibák létre sem jönnének, de ha mégiscsak emberből vagyunk és hibázunk, hogyha ilyen hibát elkövet valaki a mi politikai közösségünkben, akkor pontosan tudja, hogy mi a dolga, és ezt tette meg Novák Katalin és Varga Judit is, amikor egyébként felelősségteljes döntést hoztak, amikor a hibájuk után lemondtak. Tehát a hibák után, a hibáknak, az elkövetett hibáknak van következménye. Azért nem mindig volt ez így a magyar alkotmányos rendszerben. Emlékezhetünk 2006-ra, ott, aki bevallotta, hogy átverte a teljes magyar társadalmat. Igen, ezt már elmondták, ez már minden csapból folyt, köszönöm. Ezt nem is kell, ez nem is kell ismételni. De ez sajnos igaz. Viszont ön nem tudhatja meg, mert akkor még nagyon karonülő gyerek volt. A szocializmusban volt egy TIT, társadalmi tudományos
ismeretterjesztő feladatokat is elláttak a felsőoktatási intézmények, és még sok mindenki más. Úgyhogy ma én szeretnék pontosan másfél percig itt lenni, és kérdezem, hogy ön is úgy látja, mint én, nem összekeverendő a homoszexualitás és a pedofília. Az egyik egy valami, amit mindenki csináljon a saját hálószobájába, azzal, aki ebbe beleegyezik, és ne reklámozza, ez az ő dolga, de a pedofília az viszont valami egészen más, mert azért ebbe a nagy turbulenciába, hogy ez volt napirenden, sajnos vannak olyan honfitársaink, akik ezt összekeverik. A legfontosabb szerintem annak a nyilvánvalóvá tétele, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a pedofiliával kapcsolatban. Én nekem is van 3 gyerekem, ha csak arra gondolok, hogy rossz szándékkal valaki a gyerekeimhez közelítene, azonnal ökölbe szorul a kezem. És azon, hogy minden józan gondolkodású ember így van ezzel. Éppen ezért a legszigorúbb szabályokat hoztuk meg az elmúlt időszakban, azért, hogy elrettentsünk mindenkit attól, hogy ilyen bűncselekményt kövessen el. Ez a legalávalóbb gazemberség, hogyha valaki ilyet csinál. És pontosan azért egy ilyen hiba világított rá arra, hogy még szigorítani kell a gyermekvédelmi rendszeren, ezért nyújtotta be a miniszterelnök az alkotmánymódosítást, aminek az a célja, hogyha valakit kisgyermekekkel szemben elkövetett bűncselekmények miatt ítéli el a bíróság és tölti a büntetését, ilyennek a jövőben ne lehessen kegyelmet adni, mert azt gondolom, hogy olyan súlyú bűncselekmény, amely után nincs kegyelem, tehát a valójában a pedofília ellen nincs kegyelem, a pedofiloknak sincs kegyelem. Mi mindig is ezt vallottuk, és ezért nézzük azt, hogy milyen veszélyek, új és újabb veszélyek leselkednek. Hát a veszélyek elhárítására a legjobb dolog lenne, hogy ahelyett, hogy a gyerekeket intézetbe tartanánk, ha már megszülettek, és miért ne születtek volna meg, de ilyen körülmények közé kerültek, akkor ne intézetekbe tartsuk, hanem bőkezően, jó indulattal helyezzük őket el családoknál, mert családok sorba állnak, hogy örökbe fogadhassanak. És pont én szeretném mondani, hogy Magyarországon ebben a tekintetben egy óriásit léptünk. Mert Novák Katalin mielőtt köztársasági elnök lett volna, ezzel foglalkozott, hetenként voltam a sajtótájékoztatóján, nagyon szekáltam ezzel a kérdéssel, az örökbefogadással, akár egyszülős családokhoz is, mert az is meleg otthont tud adni, sokkal melegebbet, mint egy intézetbe, és ezzel is meg tudjuk védeni. Sőt, a leglényegesebb, ugye, hogy tulajdonképpen, ahogy ön is mondja, csak gyorsan egy pillanat erejéig, ugye régen valóban intézetek voltak, ráadásul ezek az intézetek lehetőség szerint a adott településektől jó messze, tehát tulajdonképpen azok a gyermekek, akik ilyen intézetben nevelkedtek, tényleg érezhették társadalmon kívül magukat. Most ezek az intézmények... Voltak elit intézmények, és azok is a társadalmon kívül élhették magukat. Így van. Ezek az intézmények tulajdonképpen mára már megszűntek, mert létrejött a nevelőszülői hálózat. Tehát ezeket a gyermeket örökbe is lehet fogadni, hogy ön is mondja, de nagyon sokszor ezeket a gyermekeket már nem fogadták örökbe, ezért jött létre a nevelőszülői hálózat, és valójában ezek a gyermekek most döntő többségükben korábban intézetben, most viszont nevelőszülőknél vannak, tehát mégiscsak családban nevelkednek föl, ez egy nagy eredmény. Bízunk benne, hogy a kormány odafigyel, hogy a nevelőszülőket is kellőképpen támogassák, és egyre kevesebb gyerek legyen bármilyen intézet és egyéb ellátásra szorul, hisz mindenkinek jár az, hogy ugyanonnét kezdje, és meleg családi otthonba nőjön föl. Eddig tartott mai beszélgetésünk Holik Istvánnal, a Fidesz kommunikációs igazgatójával, a Magyar Parlament képviselőjével, és akkor most egy nagyon érdekes beszélgetést, amit már tegnap rögzítettünk, hallanak meg. Innét is jobbulást kívánunk Csóha Ildikónak, aki távolmaradása miatt most nem tud itt ülni velünk, de bízunk benne, hogy jövő héten újra vendégünk lesz. Ne felejtsék el, 14 óra 30 perckor bekapcsolni a televíziókat és a heti tévén keresztül nézni az aktuális kormányinfót. Bízunk benne, hogy sok érdekes dolgot fog Gulyás Gergely elmondani, és a kérdéseinkre is válaszol. Természetesen mi nem a turbulenciával fogunk foglalkozni, hanem más érdekes témákkal.
turbulenciát hagyjuk a bulvárhajhászoknak, akkor most egy beszélgetést hall meg, utána jövünk vissza, tartsanak velünk.